Sziasztok, én Felméri Péter vagyok, és ebben a részben Toffifit fogok újra hasznosítani. Mármint csak a csomagolását. Már megint újra hasznosítok, de most emelem a tétet, mert nem csak egy alapanyaggal dolgozok, hanem mindent felhasználok, ami a csomagolásban található. Amúgy ez nem reklám, én nem kapok ezért pénzt, vagy terméket, vagy szolgáltatást, vagy csokit, vagy simogatást, vagy WC-papírt, semmi, tényleg. Amúgy meg milyen név az, hogy Toffifi? Mint egy rossz szóvic, nem? Itt van egy tó, itt meg Fifi kutya. Toffifi. Toffifi. Lehet, hogy kevesen tudjátok, de a Toffifi az nem szemétként érkezik a boltból, hanem ebből kemény munkával kell szemetet csinálni. Hú, de gyűlölöm ezt a részét a munkának. Mindjárt végzek. Most, hogy elhárítottam minden akadályt, hozzálátok. Itt van ez a zacskó, ebbe például lehetne tárolni pénzt. Mindig van a zsebembe pénz. Ha esetleg tárolni kéne, akkor tudjam. Ezzel a letépet résszel még pont jól meg is tudom kötözni. Milyen civilizált, nem? Ebben a kis tárolóban igényesen rendszerezhetünk például apró pénzt. Vagy gombokat. De ki az, aki gombokat gyűjt otthon, nem? Én például szín és méret szerint szeretem rendszerezni a gombokat. És végül itt van a doboz, hát ezt ezerféle dologra lehetne használni. Hadd ne soroljam fel őket. De ha egyet kéne mondjak, akkor például tízezreseket tárolni benne. Vagy ha nincs otthon tízezresed, akkor húszezreseket. Csak egy ötlet. Ilyen egyszerű. Csak gondolkodok, és jönnek az ötletek. Na itt van egy tuti tip, eszembe jutott. Mutatom. És kész is van a hasitasi. A végére hagytam az olvasói levelet, amit tőletek kaptam. Pali írja Nyíregyházáról. Ugye Péter, nem etted meg az összes csokit, hagytál a gyerekeknek is. Természetesen hagytam a gyerekeknek is, Pali.